A sárközben élő emberek életét a régmúltban mindig átszőtték a népszokások. A parasztság életének meghatározó eleme volt a hagyományok őrzése. Sajnos ezek a régi tradíciók az idő múlásával elkoptak, manapság keveset tudunk róla, most viszont Bátaszéken a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretein belül Balázs Kovács Sándor néprajzkutató újra felelevenített az emberi évfordulókhoz kapcsolódó régi szokásokat. Nagyon sok népszokás van, mert az emberi életfordulók azok ugye minden ember életében meghatározóak. És természetesen például az esküvőre azt szoktuk mindig mondani, hogy az ember élet legnagyobb színjátéka, ugye, mert hát napról napra sárközben egy hetes lakodalmak voltak, tehát napról napra, minden napnak megvolt a maga népszokás eleme, és ezeket hozták össze egy hétre. Csóna persze ez aztán az utóbbi időben már lecsökkent két napra, vagy egy napra, így lehet mondani. Eredetileg szerdán voltak mindig az esküvők, ugye ez az egyház nem is engedte szombatra, mert másnap ugye a templomba kellett menni Isten tiszteletre a sárközbe, ugye reformátusok lévén, és hát oda azért józanul illet menni. És hát utána szerdától ugye vasárnapig csak sikerült az embernek úgy helyrehozni magát, hogy józanon tudott menni a templomba. De nem csak az esküvőkkel kapcsolatban éltek a népszokások, hanem a születések kapcsán is. Hát a legfontosabb népszokások azok mind olyan mágikus elemek, amelyek a születendő gyermeknek a jövőjét próbálják meg meghatározni és befolyásolni. Minél eredményesebb és szebb élete legyen a későbbiekben. Hát a sárközben tulajdonképpen nem a keresztelő volt az igazán, ami a népszokásokhoz a legfontosabb. Ezt megejtették mindjárt a születés után két nappal, szűk körbe a kereszt anyák és a bába volt csak ott. A szülők nem is voltak ott a keresztelőn. Ezt megejtették. Viszont a sárközben, ami igazán nagy és ünnepélyes volt, ez lehetett akár a gyermek születése után egy esztendővel is, az úgynevezett csöröklő. Ami egy kis lakodalom volt, volt, ahol 100 embert is meghívtak rá, és akkor ünnepelték meg igazán a gyermek megszületését. Balázs Kovács Sándor 50 éve foglalkozik a sárközt érintő néphagyományokkal, most egy könyvben foglalta össze mindazt, amit az évtizedek alatt összegyűjtött. Ezeknek a gyűjtése többféle módon történt. Történt a recensgyűjtéssel is, tehát hogy az idősebbek elbeszéléséből, amit szedtem össze, de levéltári forrásokat is megszólaltattam, és ami éppen a kezembe került szinte mindent. Ugye? Hát a levéltári források azok sohasem azért készülnek, hogy a későbbi történész majd ezeket nagyon jól tudja használni, hanem ezek meghatározott céllal, ugye peres anyagok, stb. És ezekből nagyon-nagyon sok néprajzi vonat. Lehet kivenni. Manapság már egyre kevésbé felelhetőek a népi tradíciók. Az az igazság, hogy sajnos ezek a népszokások a sárközben eléggé leegyszerűsödtek, hogy úgy mondjam. Van még egy pár, amit úgy megtartanak, hát a keresztelőt azt azért megtartják, esküvőket megtartják, most is temetéseket ugyanúgy megtartják, tehát ezeket a főbb dolgok, ezek megvannak, de mondjuk az egyházias népszokások már kevésbé, ugye hát a sárköziek az protestánsok, tehát református vallásúak, és a református vallásúaknak az egyházias népszokásai jóval egyszerűbbek. Ugyanúgy, mint ahogy a református templom is egyszerűbb, tehát a népszokások is egyszerűbbek, nagyon kevés maradt meg. A barokkos római katolikus vallásnál jobban megmaradtak, és népességnél ezek a vallás, gondolok itt a betlehemezésre, vagy sorolhatnánk ezeket a karácsonyhoz kapcsolódó különböző népszokásokat. A városiasodással felbomlottak a hagyományos falusi közösségek, ez miatt a népszokások is úgy leegyszerűsödtek, hogy már nem volt érdemes megtartani őket. A kötetben leírtak az elmúlt 200-250 esztendő népszokásait elevenítik fel, egészen az 1950-es évekig bezárólag.